A folyószabályozást megelőzően a Tisza és mellékfolyói, így a Bodrog is szinte minden tavasszal kiléptek medrükből. A lassú vízfolyás, a gyakori tavaszi árvizek és a nagy kiterjedésű állandó vízfelületek folyamatos, az akkor itt található erdők szempontjából kiegyenlítettnek nevezhető vízellátást biztosítottak. A mocsarak, morotvák és a lapályok szigeteit jellemzően nagy kiterjedésű erdők borították. A folyók szabályozásával az ártéri erdők természetes fejlődése végleg lezárult, és elindult ezen erdők nagyarányú letermelése, ami mára odáig hatott, hogy alig maradt belőlük jelentősebb terület. Az a néhány maradvány erdő, ami még megmaradt például a Bodrog mentén, mára a legveszélyeztetettebb élőhelyek egyike. Ilyen a szlovák-magyar határhoz közeleső Longerdő természetvédelmi terület, amely 1996-ban létesült az itt meglévő természetszerű erdőtársulások, valamint a gazdag növény- és állatvilág megőrzése céljából. A mai Longerdő a Bodrogot a folyó árterének és a hegyalja lankáinak határvonalát egykor hosszan kísérő erdősávnak, az 1800-as évek folyószabályozását és az erdőirtásokat túlélő utolsó maradványa. Az erdőterület három nagyobb egységre bontható, a Long, az Orolj és a Mocsolya erdőkre, amelyeken belül holtágak, mocsarak találhatók. A Longerdő természeti értékei jelentősek, azonban a zempléni hegyek közelsége miatt kevesebb figyelmet kapnak, mint megérdemelnék. Pedig a mára gyakorlatilag szinte teljesen eltűnt ártéri erdők bemutatásával egy olyan természeti érték fedezhető itt fel, ami nem csak a kutató szakemberek, hanem minden természetet szerető ember kikapcsolódását szolgálhatja. Az erdő természetvédelmi megismerésének egyik legavatottabb szakembere Pelles Gábor természetvédelmi őr, aki az erdő védetté nyilvánításában is tevőlegesen részt vállalt. A Longerdő valamikor a Bodrog folyót hosszan kísérte, egy tipikus áltéri erdő, amely közvetlenül a folyó mentén puhafás ligeterdő volt, illetve a Bodrog folyó valamikori állterületén is végig erdők voltak, itt üzemmel keményfás ligeterdőket találtunk. Gyakorlatilag a mai Longerdő ennek a valamikor óriási kiterjedésű erdőnek a maradványa. Mára a Longerdő mintegy 1000 hektáros területen maradt meg, azonban sajnos ennek is már csak egy viszonylag kis területe, ami viszonylag természetes erdőnek nevezhető, hiszen gyakorlatilag a kezdetektől fogva erdőgazdasági hasznosítás alatt áll az erdő, és itt, mint az Alföldön, majdnem mindenütt, mindig is a tarvágásos használati mód, illetve a gazdálkodási mód volt a jellemző. Ez azt jelenti, hogy nagyobb területeken gyakorlatilag egyszerre levágták az összes ott található fát, és ezután korábban általában sarjasztatással, majd később pedig teljes talajelőkészítés után mesterséges erdősítéssel újították fel az erdőket. Amikor viszont áttértek a nagyüzemi erdőgazdálkodásra, ez azzal járt, hogy elkezdték azokat a tájidegennek mondott, néha idegen honos, tehát Magyarországon nem is honos fafajokat ültetni, amelyek gazdasági szempontból előnyösebbek voltak, mert gyorsabban nőnek, nagyobb rövid idő alatt hoznak anyagi hasznot. Itt elsősorban a nemes nyárként emlegetett, tehát szelektált, illetve hibrid nyárfákra kell gondolni, illetve itt a fekete dióra. Ezeket a valamikori őshonos erdő kiirtása, illetve kivágása, kitermelése után mesterségesen ültették. Ezt viszont úgy végezték, hogy teljes talajelőkészítést végeztek, tehát gyakorlatilag ez kituskózás, illetve mélyszántást jelentett. Hát nyilván ez gyakorlatilag a teljes erdőt elpusztította, tehát a cserjeszintet, az alnövényzetet, és ennek következtében az hozzá kapcsolódó állatvilágot is. Ez tehát egy nagyon erős degradáló tényező volt.
Nyilván ameddig maradtak viszonylag természet közeli állományrészek, addig ezekből újra benépesítette a felnővő erdőket az élővilág. Természetesen amennyiben ezek a tájidegen fafajok egyáltalán élőhelyet jelentettek, hiszen nagyon sok elsősorban állatfajnak, amelyek a őshonos fafajú erdőköz kötődnek, ezek a mesterséges tájidegen fajokból álló erdők egyszerűen nem megfelelő élőhelyek. A longerdőnek a védett nyilvánítását az indokolta, hogy ez volt a biztosíték arra, hogy az előző években kifejtett degradációs folyamatoknak valami véget vessünk, tehát legalább még megmaradt természetközeli erdőket meg tudjuk őrizni, hiszen védettség nélkül minden bizonnyal az erdőgazdálkodási gyakorlatot ismerve ezek is ugyanarra a sorsra jutottak volna, mint a többi ilyen erdő, tehát előbb-utóbb egy teljesen mesterséges, faültetvényszerű erdő lett volna a helyükön. Illetve természetesen még így is az erős degradáció ellenére is még a longerdő nagyon sok természeti értéket hordoz. Magának a természet közeli állapotban megmaradt erdőnek fő értéke elsősorban az, hogy itt olyan hegyvidéki a közeli középegységre, a zempléni egységre jellemző fajokat találunk, amelyek az Alföldön nagyon ritkák, hiszen ezek a hegyvidéki hűvösebb, csapadékosabb klímához szoktak hozzá. De így a szabaduló folyó közelsége, a emiatti nagy páratartalom, illetve hát a hegység közelsége, illetve annak következtében, hogy maga ez az egész régió, az észak-alföldi régió, ugyanígy nem csak a Boddogköz, hanem a Szatmár-Beregi rész is erős hatás alatt áll, kárpáti hatás alatt áll, tehát érezhető a Kárpátok, mint magas helységnek a közelsége. Így ez magyarázza az, hogy itt ezek a hegyvidéki fajok megtalálhatók. Sajnos azok közül, a fajok közül, amiket innen valamikor leírtak, már csak viszonylag kevés található meg, hiszen maga a természet közeli erdő is csak egy kis területen található. Ezek önmagukban nem ritka növények általában, hiszen a hegyvidéken ezek általánosan elterjedt fajok. A értéküket itt helyi szinten az adja, hogy itt az Alföldön viszont nagyon ritkák. Természetesen ezek mellett azért védett növényfajok is találhatók az erdőben. Így például utalnék néhány orchidea félére, például a kétlevelű sarkvirágra, a békakonytra vagy a madárfészek kosborra. Illetve feltétlenül szólnunk kell az erdőt gyakorlatilag teljesen keresztül szövő áthálózó holtágakra, a Boddog folyó egykori medreire, amelyek szintén nagyon értékes élővilágot őriznek. Rendkívül gazdag hínár vegetációt tenyészik ezekben. Gyakorlatilag közismert, hogy Magyarország az Alföldön még nagyon sok ilyen hínártársulásban gazdag holtág található, Európában viszont már nagyon kevés, tehát gyakorlatilag a nálunk még gyakorinak mondható társulásalkotó fajok, például a sulyom vagy a kolokán, azok Európában már majdnem mindenütt veszélyeztetettek, tehát az európai veszélyeztetett fajok örös listáján is szerepelnek, mint maguk az általuk alkotott társulások is. Tehát ezek gyakorlatilag nemzetközi jelentőséggel is bíró értékes társulások. És hát nyilván a hozzájuk kapcsolódó élővilág, akár a holtágokat, akár az erdőket nézzük, szintén jelentős. Említhetném
a fokozottan védett madárfajokat, amik itt fészkelnek az erdőben, például a fekete gólya vagy a barnakánya, illetve nagyon sok védett faj természetesen a legkülönfélebb halkályfajok, egerésző és egyéb ragadozó madarak. Nyilván a kétértűeknek szintén paradicsoma ez a terület, tehát rengeteg méta található, több faj is képviselteti magát. Ezen kívül az erdőt körülvevő ártéri rétek, kaszáló rétek szintén nagyon fajgazdagok. Itt is jó néhány védett növényfajt találunk, például a ide nagyon jellemző tiszaparti margit virágot lehetne innen megemlíteni. A erdő jövőbeni sorsa elsősorban azon múlik, hogy milyen erdőgazdálkodás fog folyni a területen. Ilyen szempontból úgy néz ki, hogy egy szerencsés fordulatot vett az erdő története, hiszen most már biztosan vehető, hogy a Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe fog kerülni a teljes védett terület. Így garancia lehet ez arra, hogy kizárólag olyan fajta gazdálkodás fog zajlani a területen, ami a természetvédelmi szempontoknak is maximálisan megfelel. Legfontosabb feladat nyilván az a nem őshonos fafajú állományoknak a lecserélése. Ez nyilván csak mesterséges módon történhet, tehát gyakorlatilag ültetett erdő fognak a helyükön létrejönni, de már legalább természetes fafajból fognak állni ezek az erdők. És mivel így most már garancia, hogy azzal néhány erdőfolt, ami még természetes és öreg állomány, az meg fog maradni, így remélhetőleg ezekből azután a természetes cserje és lászáló szint is át tud terjedni majd ezekre a mesterségesen ültetett erdőkre. Nyilván itt évtizedekben kell gondolkozni, tehát ennyi időt fog igénybe venni, mire a mai erdőket nem őshonos fafajú erdőket át lehet alakítani viszonylag természetszerű erdőké. A természetvédelem jövőképe erről az erdőről természetesen az, hogy természetszerű erdő fogják alkotni a teljes longerdőt, és ezáltal a védett növény- és állatfajok egyedszáma a maihoz képest emelkedni fog. A közvetlen jövőkép természetesen ennek a lassú elérése, tehát a évről évre, évtizedről évtizedre ehhez az állapothoz egyre közelebb kerülés, és hát ha ez majd remélhetőleg bekövetkezik ez az ideális állapot, elérhető legjobb állapot, akkor ez esetleg országosan is tanulságul szolgálhat majd a hasonló erdőkezelésére vonatkozó.